Június 28-án pénteken kezdődik a 20. alkalommal megrendezett Körösvölgyi Sokadalom és a Gyulai Várszínház 56. évada. A két esemény szorosan kapcsolódik, hiszen a színház a Sokadalom idejére két a rendezvény hangulatához illeszkedő előadással készült. Pénteken este 9 órától a túlszínpadon Vidnyánszky Attila egykori kaposvári diákjai adják elő a János Vitéz Misszió című darabot. Petőfi Sándor, ugye örök klasszikus, a János Vitéz című műve alapján készült színpadi játék, amit a Nemzeti Színház fiatal művészei adnak elő, kifejezetten diákok számára. Eredetileg ilyen tantermi előadás volt ez, de most a tószínpadunkra alkalmazzák, adaptálják, és egy órába összesűrítik az egész János Vitéz történetét, rendkívül látványosan, zenével, tánccal, izgalmasan, szórakoztatóan, tehát minden fiatalnak és családnak tudom ajánlani ezt a programot. Vasárnap este 9 órától a tószínpadon a Közép-Európai Táncszínház gála műsorát tekinthetik meg az érdeklődők. Az idén 30 éve működő táncszínház ez alkalomból felidézi a múlt koreográfiáit. Éppen ezért az első felvonás az Időtlen idők címet viseli, mely arra tesz kísérletet, hogy a múlt üzenetei a ma előadói által eljussanak a jövőbe. A második felvonás azonban már a párkapcsolat építésében létrejött változásokat próbálja megjeleníteni a mozgásadta lehetőségekkel. Körösvölgyi Sokadalom tematikájához, jellegéhez próbáltam olyan előadásokat társítani, ugye pénteken gyerek műsorok lesznek a Sokadalomban, gyerekországos gyerektáncgála, itt lesz 200-300 gyerek, és nekik akartam egy olyan programot, ami őket érdekelheti, és ez a János Vitéz Misszió, ez egy ilyen előadás, este pedig egy kimondottan olyan táncszínházi produkció, ami népzenei alapokból táplálkozik. A hivatalos megnyitót követően a Gyulai Várszínház egészen augusztus 13-áig szinte minden nap változatos előadásokkal készül a színház és a kultúra szerelmeseinek.